Eredetileg 1928-ban alakult a Pécsi Rotary Klub, ezt azonban 1991-ben újjá alapították. Ezt ünnepelték a hétvégén a Pécsi Rotary Klub tagjai. Himer László District, a 2020-21-es év kormányzója leköszönt, helyette Németh László vette át a kormányzó szerepet a 2021-22-es évre. Ez az egyik legpatinásabb civil szervezet Pécset. Előttünk, ha jól tudom, csak a nőegylet alakult meg, de a Rotary Klub Pécset 1928-ban alakult, és a II. Világháború előtt ugye megszüntették, betiltották ezeket a szervezeteket, és 1991-ben alakították újjá. Én 1998 óta, tehát 23. évben vagyok a Pécsi Rotary Klub tagja. Jelenleg 37 tagja van a Pécsi Rotary Klubnak. Az esti bálon az elmúlt 30 év kiemelkedő jótékony eseményét idézte fel Kalmár Nagy Károly, a klub elnöke, melyet egy külföldi partnerszervezettel sikerült megvalósítani. A példás összefogásnak köszönhetően a pécsi gyermeknékának felszerelést adhattak egy kaliforniai klub összefogásával. Ők gyűjtöttek otthon, mi gyűjtöttünk itt, ezt a pénzt összeraktuk. A Rotary International, tehát a Rotary nemzetközi központja ezt megduplázta, ezt a pénzt, és az amerikai barátaink kerestek egy olyan céget, vagy jótékonysági szervezetet, amelyik a felszerelést önköltségi áron vásárolta meg a Pécsi Gyermekklinika részére. A következő évben a Kolozsvári Klub is megszervezte ezt, és az ottani gyermekkórház részére ugyanezt adományozták a pécsiek. Ebbe a kaliforniai klubon kívül egy oklahomai klub is beszállt. Az esti rendezvényen átadták a Pécsi Rotary Klub 25 éves szolgálatáért járó plakettet. A jubileum alkalmából egy történeti kiállítást is bemutattak Pécsen a Palatinus Hotelben. A tombola bevételét a klub a Rotary ösztöndíj pályázat keretén belül tehetséges pécsi középiskolás diákok támogatására fordítja.